Kellemes jó estét kívánok minden kedves nézőnknek! A ma esti magazinunkban egy rendhagyó helyszínről, a Laszkó Dezső Múzeumból jelentkezünk, ahol vendégünk Gáspár Gábor, fotós, fotóművész. Szeretettel köszöntöm Önt, téged, és ezt kiprovokálom, hiszen Gáspár Gábor az a fotós, aki gyakorlatilag mindenkit tegez a városban, és ő is mindenkit tegez. Hogy alakult ez ki? Nem emlékszem rá, szerintem ez a habitusomból jön, hogy azért mindenkivel egy barátságos hangot ütök meg, mindenkire mosolygok általában azért, tehát hogy szerintem az emberek jó része így ismer engem, hogy ilyen mosolygós, nyitott emberként, és aztán így, én nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, valahogy így soha, megmondom őszintén, soha nem szólt senki azért még, hogy letegeztem. Mert azt gondolom, hogy lehet, hogy illetlenség tegezni valakit, azt hiszem, hogy meg tudom adni mindenkinek azt a fajta tiszteletet, amit egyébként magázódva is el tud érni az ember, és magázódva is lehet az embernek olyan stílusa, amikor az embernek kinyílik a zsebében a bicska. Tehát akkor ez kölcsönös, ez a tegeződés a városon belül. Azt hiszem, ezzel a fehér bajusszal, fehér hajjal annyira jellegzetes figurája lettél Veszprémnek, hogy úton útféle megismernek az emberek. Ilyenkor rád köszönnek? Azt mondják, hogy hello GG, vagy jó napot GG, vagy hogy vagy GG. Tehát zavar ez a népszerűség? Inkább így próbálnám mondani. Nem zavar a népszerűség, hogyha ezt egyáltalán annak lehet nevezni. Inkább ismertségnek, mint népszerűségnek nevezném ezt, vagy mondanám. Szerintem ebben van némi probléma is. Tehát amikor ugye az ember rengeteg embert ismer, és én úgy vagyok, hogyha valaki fölvesz egy napszemveget, akkor az eltakarja az arcát, én nem tehetek róla, de nem ismerem meg, és azt érzem inkább kellemetlennek, amikor rám köszönnek hölgyek, idősebb emberek, hogy szia, az nem probléma, hogy tehát nem a tegeződésről beszélek most, hanem egyáltalán az, hogy valaki előre köszön, és én azt úgy tanultam, hogy én köszönök előre, főleg hölgyeknek, ugye. De mindenkinek, engem nem zavar az, hogyha előre köszönök nálam fiatalabb fiúknak, márkinek, ilyen vagyok, aztán kész, de az néha azért lelkismert furdalást okoz, hogyha rám köszönnek, és egy-két percig úgy nem érzem annyira jól magam, hogy ajajaj, már megint azt hiszik, hogy esetleg nagyképű vagyok, vagy mi, de nem erről van szó, hanem hogy esetleg nem ismerem meg azt a valakit. Pláne most, amikor itt a maszk korszakot éljük. Hát igen, ez egyen nehezebb pálya még ráadásul. Úgy döntöttünk, és úgy gondoltuk, hogy amikor elindítjuk ezt a beszélgetést, akkor megpróbáljuk egy kicsit lazábbra venni, és hát mindenképpen valahogy hozzá kell tenni egy kurikulum vitét. Honnan indultál, hova jutottál? Hát kezdjem az elejéről, Ajkáról, ahol születtem, és ahol éltem. Hát nyilván ez egy meghatározó, egy település, ahol az ember az életének az első 8-10-20 évét leéli. Hát az első 14-et éltem ott, általános iskoláimat végeztem ott. Ugye sokan ismerik édesapámat, Gáspár Jánost, aki ott helyben, Ajkán rengeteget adott a városnak, és szintén a kulturális életben tevékenykedett, tanár volt. Van is egy közös munkátok? Igen, van is egy közös munkánk, azt is megemlíthetjük egy könyvben, amikor megkért, hogy adjak fotókat az ő általa összegyűjtött kedvenc verseihez. És hát ez egy hosszú munka volt, ő adta ki a könyvet egyébként, és szerintem egy nagyon szép kezdeményezés volt tőle. Hónapokig kerestem a képeket hozzá, sok verset, mert hogy minden verset nyilván el kellett olvasnom, ezt magamévá kellett tenni. Nem mindegyik tetszett, teszem hozzá, de általában azért rendben voltak ezek a versek. Valamelyik az első olvasás után tudtam, hogy milyen képet fogok adni, valamelyiket 10-szer kellett elolvasnom, hogy az ihlet megjöjjön. Szóval apu Ajkának az ismertségével, barátságaival, akár Erkis Lenkére gondolok, akár a Martonra, akár a Borsos Miklósra rengeteg szobrot, térplasztikát adott, és állandóan irodalmi estekre vittek a szüleim engem, meg színházba, meg kiállítás megnyitóra, mindenféle kulturális rendezvényre, és hát itt szerintem így szépen lassan az emberbe beleívódik. A könyveket kaptam a kezembe mindig, hogy mit olvashatok, mit olvassak el, mi az, amit érdemes elolvasni.
egy olyan korú gyermeknek, mint amilyen én voltam éppen. Úgyhogy így indultam. De mindentől függetlenül azért igazi gyerek is voltál, tehát focisztál, netán éppen fotózgattál, vagy nem, lányok után nézegettél? Hát inkább igen, focizni nem fociztam, mert szerintem világon nálam bénán focista nem volt sohasem életemben. Egyszer fociztam a hatos iskolában, Ajkánról emlékszem, és akkor is kapus voltam, és akkor is többiek leszittak meg minden, hogy ilyen béna embert még nem láttak a fociban, úgyhogy inkább kosaraztam. Egyébként meg 30 éve futok, úgyhogy az ilyen magányos sport, úgyhogy nem szól senki sem, hogy miért futok, és hogyan futok, és mennyit futok. Úgyhogy ezt én magamnak ezt kitaláltam, és jól is értem magam ebben. De azért rosszalkodtam nyilván, tehát pont most beszélgettünk a futópályán egy barátommal, akivel azt tárgyaltuk, hogy kicsit nosztalgiázva, hogy annak idején lementünk az udvarra reggel, mondjuk a nyári szünetben, vagy bármelyik szünetben. Arra sajnáltuk az időt, hogy fölmenjünk a zsíros deszkáért, megkenni magunknak és megszólni paprikával, aztán már rohantunk vissza az udvarra, hogy nehogy kimaradjunk bármiből is ott a játékból, az együttlétből, a futkározásból. Úgyhogy hát egy jó kis időszak volt. Persze csináltunk hülyeségeket, mindenki csinál hülyeségeket, ezeket túl kell élni, túléltük. Jött egy második szakasz, amikor már azért inkább magadra voltál hagyatva, hiszen a középiskolában kollégista voltál. Igen, eljött a gimnáziumi időszak. Én már általános iskolában is rengeteget rajzoltam, festettem. Nem azt mondom, hogy milyen nagyon ügyes voltam, de voltak meg ilyen kimagasló teljesítményeim, nem voltak, de szerettem, meg talán annyira rossz nem volt, és így aztán elmentem az Újhelyi Gábor bácsi által vezetett Várpalotai Túri György gimnáziumnak a rajztagozatára, ahol 4 évig jártam az osztályba, és hát ott azért megtanultam rajzolni. Tehát ott mondjuk azt elmondhatom, hogy mindannyian, akik abban az osztályban jártunk, vagy mondjuk aki a tagozatra járt, és picit is érdekelte a rajz maga, meg a festészet, azért ott az a végére azért kis újból rajzolt le bármit szinte. Na most én múltkor egyszer megpróbáltam rajzolni, ez nem sikerült, úgyhogy ezek a vonalak, ezek kimentek a kezemből. Ennek ellenére azt ki lehet-e jelenteni, hogy egy ilyen típusú iskola, vagy egy ilyen típusú oktatás, mint ami a Újhelyi Gábornak a nevéhez kapcsolódik, a te művészetedhez, tehát a fotózáshoz adott egy lökést? Hát szerintem mindenképpen, hiszen úgy gondoltam gimnázium után, hogy még a gimnáziumban jelmeg operatőrnek. Tehát, hogy nekem az nagyon tetszett volna, hogyha operatőr lehettem volna. Hát nem sikerült. Nyilván ennek sok oka volt, hogy nem sikerült. Nem is készültem úgy annyira én erre a felvételire. De tehát nem voltam egy kész vagy félig kész operatőr sem, tehát hogy nekem kamera nyilván akkoriban 70-es évek közepén a kezemben nem volt, tehát azt ott kellett volna elejétől végéig megtanulni a főiskolán, akkor még főiskola volt, és nem sikerült, így aztán elmentem fotográfusnak, úgymond fényképész tanulónak Székesfehérvárra, az 2 éves, érettségi után 2 év volt ez az iskola. Ennek az iskolának nagyon jó hírneve volt, vagy talán még van is így utólag? Hát a Bali néni volt az oktatónk, aki ilyen legendás tanárnő volt, és nagyon szeretett egyébként bennünket. Szerintem rendkívül sokat tanultunk ott is, kifejezetten ott már ugye szakmai, a matematikától kezdve minden szakmai volt, a kémia, a matematika, mert hogy akkor még a fotográfia azért a kémiából élt, és volt is egy barátom, aki orvos egyetemre járt, és megnézte a kémia könyvünket, azt mondta, hogy komolyabb a kémia könyvünk, mint az övék az egyetemen, úgyhogy hát igen, szép, nagy alakú, vastag kémia könyv volt, sokat kellett tanulni, szenvedtem is vele, megmondom őszintén, de azért megérte, nagyon szerettem ezt az időszakot, és jó volt ott tanulni, és szerintem nem gondoltam én, tehát hogy nem gondolkodtam akkoriban azon, hogy fotoművészet, vagy milyen irányba fogok tovább menni, ez
inkább rengeteget olvastam, tehát hogy ebben az időszakban iszonyú sokat olvastam, a világirodalmat, a mozgóvilágot, mindenféle folyóiratot, mindent, ami létezett. Inkább azzal voltam elfoglalva, hogy műveltem magam, esetleg elmaradtam rengeteg könyvvel a gimnázium évek alatt, akkor tanultam még nyelvet ebben az időszakban. Szóval az olvasásra sokkal nagyobb hangsúlyt fektettem, mint bármi másra. Egyébként pedig hát az nyilván kiáltásokon, meg a művészeti életben, meg a zenei életben, hát akkoriban aztán ugyancsak nézőként, de részt vettem erőteljesen, tehát futóztam én annak idején a mindenféle P-mobiltól elkezdve az Európa Kildon át, mindenféle zenekart is, akikkel nagyon jól éreztem magam ott a koncerten, Sziámi volt, tehát rengeteg emberrel ismerkedtem össze akkoriban is, és hát van néhány fotó még abból az időszakból, a negatívok már nem tudom, hogy hol lehetnek, de a fotóim viszont még azért megvannak. És ilyen szempontból jó időszak volt. Mondjuk még a Visszhang című újságban fotóztam, akkoriban az is egy ilyen legendás lap volt akkoriban, de szintén ezen a kulturális vonalon mozogtam. Tehát magyarul hirtelen fölnőttél a feladathoz. Ha a fotózáshoz még akkor talán annyira nem is, de szerintem azt gondolom, hogy az érdeklődési köröm már azért kialakult, és egy egyenes vonalú irányt kapott. És így kerültél, illetve maradtál a megyében. Ezt nem bántad meg soha? Nem bántam meg. Hát szerintem, én nem tudom, hogy ki hogy van veled, de szerintem Veszprém megyénél szebb megye, egyszerűen, meg sem földrajzilag, sem, tehát hogy egyszerűen nem létezik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amíg az újságnál dolgoztam, közel két évtizedig, vagy hát mondjuk mondhatjuk azt, hogy az újságoknál két évtizedig dolgoztam, gyakorlatilag szerintem nincs olyan út a megyében, amelyiken én ne jártam volna. Tehát olyan helyeken járhattam, ahol ember nem teheti be a lábát a mai napig, tehát hogy rendkívül érdekes volt számomra ez az időszak is. Pörögtem is rendesen, teszem hozzá, és nagyon jól éreztem magam ebben a környezetben, ebben a közegben. De ha már felcsigáztad a kedves nézők figyelmét azzal, hogy olyan helyeken jártam, ahol ember nem nagyon járhatott, egyet-kettőt azért csak említsél meg. Hát Magyarországon az első szélmalom, ez a, hát malom, szélmalom, az Inotán volt. Ez egy viszonylag kicsinek tűnő szélkerék, de fölmehettem a tetejébe. És a nyitott tetőben járkálhattam, és mozoghattam benn úgy, hogy az embernek közben arra oda kellett figyelni, hogy a földrengés jelzőhöz ne érjen hozzá. Ezek ilyen nagyon érzékeny műszerek. Aztán voltam a Kaphegyi adótorony tetején, tehát azért az onnan látni a megyét, azért ez kuriózum számba megy, legalábbis nekem mai napig nagy élmény. Aztán a föld alatt 50 méterrel Fűszfőn, a volt erőműben, amit ugye a háború alól elől rejtettek el. És ahol volt egy nagyon érdekes kiállítása, Veszeli Lajos. Igen, ott volt egy kiállítás a föld alatt Lajosnak, igen. Meg a Nagyvázsony fölött lévő orosz laktanyában, szóval azért eljutottam olyan helyekre, ahol, és most csak így helyszíneket mondtam, ahova ugye azért egy úgymond hétköznapi embernek nem mindig sikerül, vagy nem biztos, hogy minden esetben megadatik. Ez a sajtófotós korszak. Ez a sajtófotós korszak. Miképpen lehet egy sajtófotót valahogy úgy megjeleníteni egy újságban, hogy amögött azért ne csak egy fényképész legyen, hanem egy művész ember, aki úgy gondolkodik, hogy fölötte, alatta ennyi helyet hagyok ki, ezt emelem ki, azt nem emelem ki. Tehát valamiféleképpen a gondolkodásod mennyire szabad, hogyha sajtófotót készítesz? Annyit szeretnék tisztázni, hogy én nem vagyok se fotóművész, se fényképész, hanem inkább én fotóriporternek nevezem magam, mert hogy szerintem az egy ilyen rám illő kifejezés. Ez a szerénységed fogalom. Egyébként. De szerintem ez így is van, hiszen a fotóriporter az, aki jön, megy, megörökíti az eseményeket, és ott van mindenütt. A sajtófotó az egy külön műfaj ugye a fotográfián belül. Egyrészt nem kell művészkedni a sajtó
fotográfia alatt, amikor van egy esemény, az nem arról szól, hogy művészkedik az ember, hanem arról, nekem legalábbis arról szólt, hogy egy fotóban próbáljam összesűríteni az emberek felé azt a történést, ami esetleg ott egy órán belül zajlott. Én azt gondolom, hogy mert szerintem ez lényeges, hogy mit ad át az ember a sajtófotóban a másiknak, az olvasónak, hiszen ő az újságnak a vásárlója, az olvasója, az elemzője, hogy úgy mondjam. És én mondom, én mindig erre törekedtem, hogy egy kerek egészet, ez lehetett 10 perc, az lehetett egy óra vagy másfél órás valamilyen esemény. Én azért arra törekedtem, hogy azzal az egy fotóval átadjam azt az információt, ami szerintem lényeges. Ha már esemény szót mondtál, bizony a fotósok életében, sajtósok életében vannak nagyon kellemetlen pillanatok, nagyon szomorú pillanatok, ezek a tragédiák, a balesetek. Miképpen tudja megélni ezt egy olyan ember, akinek kötelessége ott lenni? Hát az mindenképpen nehéz. Szerintem az ember lelkének ezt feldolgozni, hiszen a mai napig emlékszem rengeteg balesetre, rengeteg halálos balesetre, és hát nem csak balesetek voltak, hanem gyilkossági helyszínek is, meg mindenféle egyéb szomorú családi tragédia, ahol az ember megjelent, ott volt a helyszínen. Nehéz, tehát, hogy amikor az ember arrafele megy és tudja, hogy esetleg van egy halálos baleset, akkor nyilván körülbelül ilyen gombócni a gyomra, és hát azért ezt, azt a csöndet és azokat a szavokat nehéz feldolgozni az embernek, ez örökre belévódik az ember agyába szerintem ez, és egyébként pedig ugyanakkor próbáltam ezeket az eseményeket, ezeket a sajnálatos eseményeket vagy eseményekre úgy tekinteni, hogy én is tanulok belőle. Minden egyes balesetet kielemeztem a magam szempontjából, hogy el tudtam volna kerülni, nem tudtam volna elkerülni esetleg, tehát hogy vezetéstechnikailag is ez számomra, hogy lehet, hogy ez egy menekülési útvonal volt egyébként, hogy én kicsit próbáltam errefele terelni a gondolataimat, de nyilván ezek az a nagy csönd, az a félelmetes csönd, ami ott van, azért az mindig elszomorított és elborzasztott. És ott van a másik oldal, amelyikkel szintén találkozik a fotóriporter, amikor könnyed, humoros, akár mondjuk jópofa eseményekre is odaérkezik és fotót kell készítenie. Ami hát, azért a léleknek is kellemesebb, nem? Hát igen, nyilvánvaló, hogy az ember jobban érzi magát egy olyan közegben, meg környezetben, meg emberek között, ahol nevetni tudsz, ahol mosolyogni tudsz, ahol fel tudsz kicsit szabadulni, és mindenféle gond nélkül tudsz. Mert hát azért a munkának ez a része is megvolt, hogy tehát szépsége a munkának szerintem, hogy ilyen helyszínekre is eljárhat az ember. És azért a többség az ez volt, szóval. Gondolom, és ha már szépségről beszéltél az előbb, akkor a kamerával itt majd körbe tekintve, illetve a bejátszásokból kedves nézők minden bizonnyal látják majd, hogy hát a szíved egyik csücske az, hogy olyan művészi pillanatokat próbálj meg ellesni, amelyik az embernek a tudatában egy tized másodpercre ott van, de neked a gépedben is ott van, a fejedben is, meg talán a lelkedben is. A tánc fotográfiája, igen, hát ugye ez egy ilyen szerencsés összeállása volt nem is tudom ennek az időszaknak, meg a ugye a Krámer Gyuriék a Vándorfi Lacival megszervezték a táncfesztiválját, idestóban 22 éve körülbelül, ha jól tudom, 98-ban volt talán az első fesztivál, és úgy tervezték akkoriban, ha jól tudom, hogy minden évben 10 fotográfust hívnak meg megörökíteni a műsorokat, a próbákat, leginkább a próbákat akkoriban még, és minden előadásnak volt egy próbája, ahol a fotósok, és azért volt összművészeti fesztivál többek között, akkor még volt festés, némi irodalom, némi beszélgetés, némi tánc, ugye, mert hogy alapvetően arról szólt, fotográfia, tehát hogy azért több mindenről szólt ez a fesztivál, mint ahogy egyébként én szerintem ma is, és akkor még csak az újságtól
lettem úgymond kiküldve, hogy legyen az újságban a következő napra hír egy-egy előadásra, és készítettem egy-két képet, nem voltak jók azért, tehát teszem hozzá, hogy életemben először fotóztam kortárs balett előadást. Színházat akkor már azért bőven fotóztam, és, de azért van különbség a kortárs balett és a színházi fotográfia között. És belekerültem ebbe a millióbe, ami engem nagyon megfogott, és következő évben talán már kicsit többet fotóztam, és akkor a harmadik vagy negyedik, nem tudom, hanyadik évben már én is meghívottként lehettem a többi fotós között, és imádtam egyszerűen az egész közeget, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megszerettem, és hát végül ez alakult ki belőle. Megint csak vissza kell, hogy térjek oda, amit a legelején említettél a beszélgetésnek, hogy milyen nevetetésben részesültél. Tehát az a művészeti millió, amit te kaptál, az mindvégig végig kísért ebben téged, ha jól érzem. Hát igen, igen. Ugye az ember rengeteg kiállításra megy, rengeteg festményt látsz, fotográfiát látsz, szobrot látsz, mindenféle művészeti alkotást. Ebbe a színház is beletartozik szerintem, hangversenyek, komoly zenei hangversenyek, könnyű zenei hangversenyek, és, amire én gondolok, hogy nem mindenki fogékony erre. Tehát, hogy, de ez nem is baj? Nem probléma, persze. Hát mert én úgy érzem, hogyha a te képeidet, vagy bármelyik kollégádnak a képeit nézem, akkor valahogy ez a számomra ad egy lökést. Én szerintem, hogyha az ember picit nyitott, azért eljöhet egy ilyen kiállítást megtekinteni. Nem biztos, hogy az ember még erre is fogékony. Egyébként több barátom eljött, akik nem, csak azért jöttek el, hogy mondtam nekik, hogy van egy ilyen kiállítás, és hogy gyertek már, kukkancsátok meg ezt a kiállítást, mert azért lehet, hogy érdekes. És voltak, akik elgondolkodtak rajta, és azt mondták, hogy nem erre számítottak. Tehát, hogy beszélgettünk róla, mondtam nekik valamit, és mondták, hogy azért az jó, hogy fölvezettem egy picikét, de hogy úgy, nekik ez meghökkentő volt. Ugye egy ilyen nem a leghétköznapibb dolgokról szól a kiállítás. Emberek látszódnak a képen, ahogy táncolnak, ahogy mozognak, és azért ezt fotózni is nehéz, meg átadni is nehéz szerintem azt, amit éppen az ember úgy gondol, hogy egyfajta esztétikai, egy szépséget közvetítsen a néző fele. Sok mindenre fogékonyak az emberek, mások vagyunk, tehát hogy én nem várom el azt nyilván, hogy mindenki lelkendezzen ennek a kiállításnak a láttán. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy kizökkentheti ez a jó néhány kép a hétköznapokból az embernek a gondolatait, az egyirányú gondolatait is. Operatőr kollégám azt mondta, hogy ez a kép legyen a háttérben, remélem éppen most azon is áll a kameránk. Hát ő nem tudja most megmagyarázni, mert ott áll a gép mellett, de te mit mondasz erről a képről, ami a hátad mögött található? Igen, ez a Frenák Pálnak az Intim in Time című előadás. Már a név is sugal valamit. Igen, igen, igen. Előadásból egy pillanat. Szerintem ez rengeteg mindenről szól ez a kép, a színeivel, attól kezdve, hogy vörös, fekete, fehér színek jelennek meg rajta, az erotikától a kapcsolatokig, tehát hogy ez szerintem így, de nem akarok senkit befolyásolni, tehát hogy inkább jöjjön el és nézze meg a kiáltást, és gondolja saját maga úgy, ahogy ő szeretné, hogy mit jelent neki ez a kép. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és nagyon-nagyon szeretem az első pillanat, már akkor nagyon szerettem, mikor megcsináltam ezt a képet, hogy egyrészt imádom a vörös színt, tehát eleve egyfajta melegséget is ad az embernek, meleg érzetet ad, meg hát az a mozdulat, ami klasszikusnak nem nevezném, ugye, mint tánc. Tehát, hogy nem egy klasszikus táncmozdulat, nem egy klasszikus balettmozdulat, de a leghétköznapi mozdulatok egyike, amit szinte minden ember egy nap akár többször is megtesz. Ezen a képen szerintem ez sokkal többet. Hogy érezték magukat azok az emberek, akiket te fényképeztél? Nyilván észrevették, jó lehet, neked azért illik egy kicsit háttérben maradnod.
a táncról beszélünk most, akkor konkrétan, akkor szerintem ők annyira nem veszik észre, hiszen tudják, egyrészt tudják, hogy fotózás van, és ők is annyira profik, hogy ők ezzel nem foglalkoznak abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy megpróbálok én is disztingválni az előadás közben, tehát nem, hogy ne arról szóljon az előadás, hogy jobb esetben a próba sem, hogy végig csattogom az egészet, mint kalapál a gép. Először is leteszem csöndes módba a gépet, majd azért nyilván az ember a táncfotókat akkor próbálja meg elkészíteni, amikor kicsit hangosabb a zene, nem pianóban szól, hanem fortéban. Tehát, hogy próbálok ügyelni a most már a közönségre is, mert ugye most már nincs külön fotós próba, és az előadókra is, hogy azért ne az uralja az előadást, hogy kattogok végig rajta. Engem így is frusztrál egyébként a kattogást, tehát hogy még hogy próbálom kicsit csöndes, tehát valami tényleg azért próbálok úgy fotózni, hogy én se halljam az expozíciót. És egyéb esetekben, amikor olyan embereket kell fotóznod, akik valamilyen eseménynek a szereplői, akkor milyen szempontokat, etikai szempontokat kell betartanod? Tehát gondolok én például olyanra, hogy hát van olyan, akinek az arca nem olyan előnyös. Akkor keresel egy olyan szöget, amelyikből inkább tudsz fotózni, vagy... Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy azért az arcokat meg lehet nézni. Egyébként voltak nekem is kellemetlen pillanataim, tehát hogyha lehet őszintén beszélni erről, akkor... Meg akartak verni, netán? Ne, meg is akartak verni, de az más eset volt, az is sokszor előfordult. De most konkrétan ilyen portréről beszélek, miközben sajtófotóban dolgoztam, hogy két alkalom volt talán összesen így a pályafutásom alatt, aki megmondta nekem, hogy borzasztó fotót készítettem róla. Egyébként pedig a többség megdicsért. És hát az a két alkalom az ennyire zavar, hogy megjegyeztem, hogy nem sikerült azt a szintet elérnem, amit ők elvártak volna. Szóval nem esett nekem sem jó nyilván, nem akarattal készíti az ember, ugyanakkor egy objektív van a fényképezőgépem, tehát azt is el kell fogadni, de nyilván saját maga is tudja, mindenki tudja, hogy azért, meg hát az ember tanulta is annak idején ezt, hogy az arcformákat az ember megnézi először, mielőtt lefotózza. Igen, és azért próbálja azért azt a lehetőséget megadni az alanynak, hogy azért egy jó kép készüljön róla. Valakit zavar az, hogy fotózza a riporter, valakit nem zavar, valaki abszolút túl lendül néhány perc után. Általában az emberek, amikor belemelegednek a beszélgetésbe, mint ahogy most mi is, akkor azért ezen már túl lendülnek, hogy zavarban vannak, és hogy elkezdenek gesztikulálni, mint ahogy én is, és akkor ilyenkor már azért lehet jó képeket készíteni, mosolyogni, nem az a feszültség van az arcon. Van ennek a munkának, legyen hivatás, legyen akármi a megnevezése, egy másik része, ez pedig a technika, a gép. Egy hideg tárgy, hiába van benne objektív, amelyik, hogyha szó szerint veszük a valóságot, tükrözi vissza. Hogy állsz magával a géppel? Hát én ilyen műszaki analfabéta vagyok, hogy őszinte legyek. De őszinte lettél hirtelen, pedig többet vártam most. Tehát, hogyha olyan komolyan bármilyen műszaki technikai dologhoz hozzá kellene fognom, akkor azért nem nagyon mernék. Azért annyira ismerem a fényképezőgépet, amennyire kell. De még a filmes korszakkal kezdtél, amikor? Én nem csak, hogy filmes korszakkal kezdtem, hanem áttekintettem az életemben használt fényképezőgépek listáját múltkor egyszer egy beszélgetés során, és egy Globica nevezetű fényképezőgéppel kezdtem fotózni a műteremben, mármint tanulóként, mert előtte már volt egy pajtás, meg Smena 8M, meg ilyesmi, nyilván az mindenkinek volt, de tanulóként egy ekkora favázas, kihúzatos fényképezőgépen kezdtünk el tanulni, ahol Schick filmet tettünk be hátra, Schubert kellett kihúzni ahhoz, hogy egyáltalán a film aztán megvilágítható legyen, majd visszarakni, és utána lehívni a x centiméteres negatívokat. Aztán egy
évvel később egy kicsit kisebb, nem sokkal, de fele akkora, szintén még fa és szintén kihúzatos kardánboxos Plauber Pekóval fényképeztünk, és aztán 81-ben vagy 82-ben jött a nagy ugrás, amikor a japánok behozták a Mamiya RB67-et, azt tudom, nem emlékszem arra a gépre, az már ugye 12 kockát lehetett rá készíteni. Rollfilmes volt, igen, rollfilmes, 6x4-es és gyors fejhúzós volt, úgyhogy ott kicsit könnyebbé vált a fotózás, cserélhető objektívek voltak rajta. És aztán így lettek egyre kisebbek a fényképezőgépek. Még volt a Pentacon 6 is, az is szintén hasonló rollfilmes 6x6-os, 6x7-es fényképezőgép, vagy 6x9-es, már nem is emlékszem rá pontosan a negatív méretére centiméterben. Úgyhogy itt kezdődött, és akkor hát átértünk, amikor már, mert azért tanulóként is riportoztunk, voltunk esküvők, eseményeken, gyermekeket fotóztunk kisfilmes fényképezőgépre, a mindenki által ismert fényképezőgépekkel, praktikákkal akkoriban még, és mi is át magunk hívtuk elő a filmeket korom sötétben. Mi kevertük a vegyszereket, tehát hogy a kémia azért kellett, nekünk kellett gramra kimérni, orvosi mérleggel, mindent. Márig is az orromban van a szaga, vagy illata annak a folyadéknak, amelyeket használtunk annak idején. Érdekes kis savanyú illata van. Tehát, hogy mindent mi kevertünk a fixírtől a negatív és filmhívó, papírhívón keresztül mindent, és hát ennek is megvolt a maga szépsége. Megtanultunk retusálni, negatív retusálni, én mondjuk negatív retusálni, megmondom őszintén, hogy azt nem sikerült, de pozitív retusban viszont kínai tussal kellett ecsettel a fényképeket retusálni, és az azért abban profi voltam, tehát ahhoz volt idegzetem, a negatív retushoz nem. És próbálkoztam vele többször, nem sikerült megtanulnom. Na mindegy, azt akartam csak ezzel mondani, hogy egy ilyen óriási fejlődésnek voltunk a tanúi ebben az időszakban, mert hát még az újságnál is még bőven filmet hívtunk, saját magunk által elfényképezett 36-os negatívokat hívtunk még fekete-fehérre az elején, később aztán színes filmre átálltunk, majd bejött a digitális korszak, a digitális technológia, amik eleinte szerintem nagyon-nagyon-nagyon, tehát visszatekintve nagyon gyenge minőségű gépek és képek voltak, de aztán mára már tökéletesítették szerintem ezt a rendszert, és hát mindenki használja már a telefonokban is, meg mindenütt. Én azért talán a telefont még egy kicsit mellőzöm a hétköznapi munkában. De itt leszek egy kicsikét provokatív veled szemben, illetve a fotósokkal szemben. Gyakorlatilag ma valakinek a markába adnak egy ilyen márkás vagy kevésbé márkás fényképezőgépet, kattint vele egymás után tizet vagy akárhányat, és kész a kép. Tehát ez még fotózás, vagy valami kis mellékes cselekedet, vagy lehet azért igazán olyan képeket készíteni ezekkel a gépekkel, amelyik mögött nagyon fontos, hogy ott álljon a gondolkodó ember. Szerintem az mindig lényeges volt, hogy ott álljon mögötte a gondolkodó ember, de azért van ennek egy érdekes nézete, hogy annak idején is rengeteg amatőr fotózott és rendezte be a fürdőszobáját laboratóriumnak, hiszen majdnem minden ismerősen barátom szülei, édesapja a fürdőszobát hétvégére filmlabornak rendezte be, és akkor tilos volt bemenni, nem lehetett fürdeni, semmit nem lehetett csinálni, mert éppen előhívása volt a filmnek, meg a képeknek. Tehát ez már akkor is hobbi volt, amikor ez már így a tömegek elérték ezt a lehetőséget, hogy saját maguk föl tudják dolgozni a képeket, filmeket. És mára ezek a képek, akármilyen amatőrök is, meg akármennyire nem voltak mögöttük gondolatok, de hogyha meglátsz rajta egy pupos Trabantot, vagy egy pupos Warburgot, vagy egy olyan épületet, amely már nem létezik a környezetünkben, akár gondolatunk Veszprémre is egyébként, itt a Kossuth utcára, Kossuth utca egyik oldalára, akkor azért az embernek a szívét kicsit megdobogtatja. És nem kellett ott művészkedni. Egyszerűen ez a fotózás, akármilyen amatőr volt bárki is, ez már mindenképpen történelmének számít, egyébként pedig, amit ma fotózok,
itt Veszprémben, az 20 év múlva nem kell sok idő, 20 év múlva szintén nagyon furcsa lesz az öltözékünk, a hajviseletünk, az a közeg, ahol közlekedünk, az autók. Ha említett ez előbb ugye a amatőröket, akiket nem kell lebecsülni, mert sokszor nagyon jó amatőrképeket találunk itt is, ott is, viszont vannak profik, és vannak olyan fölmenők, vagy vannak olyan alakjai a magyar fotózásnak, vagy a nemzetközi fotózásnak, akikre föl kell tekinteni. Neked van-e köztük mondjuk példaképed, vagy van-e olyan, aki azt mondta, hogy hát igen, ő az akár a mai élők, akár a korábbiak közül, aki a number one? Hát így ezzel nem szoktam én gondolkodni, de azért van nyilván olyan, akiket kedvelek. Például a Robert Capa, aki én szerintem mindenképpen történelmi tettet hajtott végre a fotográfiai anyagával, akárhol jelent meg, akárhol volt, mindenhol a történelmet fotózta, és így maradtak meg képek tőle ránk, és szerintem ezek lényeges képek a világtörténelemben. A maiak közül pedig, akit én nagyon-nagyon szeretek, sajnos meghalt már, de én mégiscsak mai nap mondom, a Kondt Zsuzsát, aki szintén színházi fotográfus volt, és tőle rendkívül sok mindent tanultam, nagyon-nagyon sokat beszélgettem vele, ismertük egymást, nagyon-nagyon szerettem őt, és a képeit is. És hát sorolhatnám itt a fotográfusokat, de nem szeretnék így tényleg így kiemelni senkit. Ők talán a Zsuzsa lelkileg is jobban kötődött hozzám, mint más. Tényleg nagyon jóban voltam a Szalai Zoli bácsival, meg sok, tényleg sok mindenkivel itt a fotográfusok közül, a maiak közül is egyébként. De nem, tényleg így nem szeretném, hogy rajtuk kívül így kiemelni bárkit is, mert hiszen a külföldön élő magyar fotográfusok is rengetegen vannak, ugye, és mindenféle különös dolgot adtak a világnak, Párizstól kezdve egészen Indokínáig, tehát. Nem beszéltünk még arról, ami megillett téged, ez pedig a sok-sok elismerés, kitüntetés, díj. Legyél szerény és soroljál, légy szíves néhányat fel a kedves nézőknek. Hát, ugye ezeket úgy adják, hol zsűri, hol más módon. Hát, miután itt vagyunk a tánc fotográfiájának a termében, azért azt elmondanám, hogy háromszor sikerült megnyernem a tánc fesztiváljának a fotós díját. Nagyon jól esett minden esetben egyébként. Nem tudom, hogy a többieknek mi volt erről a véleménye, de mindegy, én kaptam, és nekem tényleg így ösztönzés volt. Azon kívül voltam egyszer év újságírója is 2000-ben, ha jól emlékszem. Aztán szabad sajtódíjat kaptam, a nyilvánosságért érmet is megkaptam. Nem tudom, hogy legutoljára kaptam az Arany Elefántjuk nagy díjat tavaly az antikváriumban, ugye. Ez egy civil díj, plusz talán még a Naplós Korszakban nem szeretném kihagyni a Kovácsi Objektív díjat, ami szintén egy alapítványi díj volt, és hát már talán most így hirtelen ennyi jut eszembe, de jól esik az embernek, hogyha kap egy ilyen elismerést természetesen, de nem ezért csinálja. Amikor elindítottuk ezt a beszélgetést, ezt a forgatást, akkor a kis kurikulum vitével indítottál, eljutottunk gimnázium, stb. De gondolom a kedves nézőket az is érdekel, hogy te milyen magánember vagy, hiszen tudjuk, hogy vagy nem mindenki tudja, van három gyereked is. Igen. Ugye? Egy kicsit egy családi háttérről. Hát a családi háttérről tudok mesélni egy kicsikét feleségemmel. A gimnáziumban ismerkedtünk össze, egy osztályba jártunk, és azóta is együtt vagyunk. És ő is a művészi szakmában van. Ugyanez, igen. Bőrdíszűvesként, dizájnerként, divattervezőként éli az életét.
és másodikban volt egy osztályfőnök, aki egymás mellé ültetett bennünket. Volt akkor, volt egy ültetési rend a gimnázium második osztályában, és azóta utána az az osztály, még a mai napig az osztálytalálkozókon is úgy ül le, ahogy akkor leültettek bennünket, és én a mai, tehát a feleségem mellé kerültem, és ott boldogítottam évek hosszú során át. Azóta ismerjük egymást, 77 óta. De 85-ben házasodtunk össze, és született 3 gyermekünk, 2 fiunk és 1 lányunk. Mindegyik őjük egyetemre jár, vagy járt. A legkisebbik, hadd kezdjem a lányjal, lányzóval. A Veronika, ő az ELTE-re jár jelen pillanatban, és média angol szakos tanárként tanul. Elég keményen, ahogy figyelem. A nagyobbik fiam, hát ők a barátnőjével, vagy a mennyasszonyával most már Londonban élnek. Jó ideje, ott dolgoznak, és ott élik az életüket, és a kisebbik fiam pedig a Robert Kápa Centerben dolgozik Budapesten, ahol kiállításokat szerveznek, csinálnak, építenek. Kedves Regina TV nézők, én valahogy úgy vagyok a vendégemmel, Gáspár Gáborral, hogy akár órákig is el tudnék beszélgetni, de hát a műsoridő az valamiképpen beszabja itt a határokat. Kollégákkal bizonyos értelemben, egyszer sajtósok azért kollégáknak tekintjük ilyen vagy olyan szempontból egymást, mindig nehéz interjút készíteni, mert tudjuk, hogy kihagytunk ilyet, kihagytunk olyat, jobban ismerjük egymást, most viszont ravasz leszek. Te, mit kérdeznél magadtól, hogyha ugyan itt ülnél? Hát, tudtam, hogy leesik a fejed. Ugye mondtam, kedves néző? Hát lehet, hogy azt kérdezném magamtól, hogy mi marad abból a munkából a városnak, a megyének, amit én elvégeztem, illetve hogy fontos-e, fontos volt-e, illetve még lesz-e az a munka, amit végzek, és talán a válasz meg az lenne rá, hogy szerintem elég sok mindent feldolgoztam a megyében, sőt, hát nem csak a megyében egyébként, mert azért kitekintgettem az országba is többfele munkáim során. Szerintem érdekes anyagot hagyok hátra az utókornak, ilyen, akár történelmi szempontból is egyébként, mert pont egy olyan időszakban élünk, ami hiszen a 80-as években ugye óriási változások voltak, 90-es évektől ugye óriási változások voltak és az életünkben, és az, szerintem azóta is folyamatos. És talán jó, hogyha egy összeszedett anyag erről az időszakról fönt marad a történelemnek. Ez tehát a zárszó, kedves nézőink, és ezt most Gáspár Gábor vendégünk adta meg, akinek megköszönöm, hogy vendégünk lehetett, és továbbra is nagyon jó munkát kívánok, sok jó fotót kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Hölgyeim és uraim, Önök a Regina Televízió magazin műsorát látták, benne vendégként Gáspár Gábort. Továbbra is kellemes televíziózást kívánok Önöknek, munkatársaim nevében is búcsúzom, viszontlátásra!